Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit 2020. február 25-én 19 óra 45 perckor. Ma először egy beszélgetést láthatnak Pokrovenszky Krisztiánnal, a Szent István Király Múzeum igazgatójával, hiszen számtalan nagyon komoly történés lesz ebben az esztendőben. De természetesen ott voltunk a Berecz András esten, a Magyar Szép Róza napján és a Fejér Holló Diák Színpad premierjén is. Tartsanak velünk! Szép estét kívánok! A Paletta magazinban ezúttal a Szent István Király Múzeum sorsáról fogunk beszélgetni. Pokrovenszky Krisztián 2019. december óta bírja az Emberi Erőforrások Minisztériumának megerősítését, tehát hivatalosan és titulusában is a Szent István Király Múzeum igazgatója, amelyet az önkormányzat közgyűlése megerősített. Az elmúlt esztendőt pedig megbízottként teljesítette vele a múzeum, és hát nagy tisztelettel köszöntelek, szervusz, gratulálok ezúton is. Szervusz, köszönöm minden szépen. Televízió néző nevében. 34 esztendősen ez egy óriási kihívás, jól gondolom? Így van, de nem hiszem, hogy a korom ezt annyira befolyásolná, tehát nem én vagyok az egyetlen hasonló pozícióban lévő múzeumigazgató, tehát itt ha környező megyéket nézem, akár a Kecskeméti Múzeum, akár a Tatai Múzeum igazgatója hasonló korban került annó igazgatói pozícióba. Ennek ellenére nyilván kihívás, viszont volt már idő megszokni ezt az első számú vezető pozíciót, hiszen az elmúlt évet teljes egészében te vezetted. Milyen volt ez az év 2019 ennek tükrében? Így van. Előző évben ugye én voltam az igazgató helyettes, de mivel nem volt kinevezett igazgatója az intézménynek, így igazgatói jogkörben is el kellett járnom. Hát ez az év nem volt egyszerű. Ugye előttem több intézmény vezető volt, megbízott rövidebb ideig, tehát pár hónapos időszakokban. Tehát nem volt egyszerű összefogni az intézmény vezetését, illetve hát egy hosszú távú stratégiát megalkotni. Tehát erre most ugye igazgatóként ugye 5 évre kaptam felhatalmazást, erre már sokkal jobb lehetőségek kínálkoznak, mint ideiglenes pozícióba. Maga a megszokás az igazából nem ment nehezen, véleményem szerint. Ugye előtt is vezető pozícióban voltam, a régészeti tárnak voltam a vezetője. Ott is azért jelentősen felelősségteljes döntéseket kellett hozni, hiszen a múzeum költségvetését is, és az egész intézmény működését is tekintve azért a régészet egy elég nagy szeletet átölel a koordinálás terén, most elsősorban ezekre a feladatokra gondolok. Természetesen a múzeum vezetés az egy teljesen más, de az adott egyfajta rutint, ha lehet így fogalmazni. Megnyugvásul vettük a hírt egyébként. Annál is inkább, mert rendkívül komoly feladatok előtt áll a múzeum, hiszen a kormányhatározat január végén megszületett arról, hogy az Árpádház program részeként egyrészt a Királyok és Szentek az Árpádok kora című kiállítást meg kell valósítani. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül komoly feladat a Királyok városában. Így van. Tehát gyakorlatilag, ahogy megkaptam a kinevezésem, rögtön az első nagyobb feladat is megjött vele. Méghozzá olyan feladat, ami talán tapasztaltabb múzeumigazgatóknak is kihívást jelenthet. Nem egyszerű, de ugyanakkor örömteli, hogy megszületett ez a döntés, hiszen régóta váratott már magára így Székesfehérváron is egy olyan kiállítóhellyel, vagy kiállító komplexummal, vagy a több kiállítóhely lesz kialakítva a rendházban, rendelkezzünk, ahova szinte bármilyen tárgyat, leletet képesek vagyunk befogadni. Tehát itt olyan légtechnikai, klimatikai és informatikai átalakítások fognak történni a főépületünk kapcsán, ami lehetővé teszi majd a későbbiekben, tehát egy modern 21. századi a kor vívmányainak megfelelő, elvásainak megfelelő épülettel fogunk rendelkezni. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy elképes és egy értékes tárlat lesz, hiszen a hazai emlékek összességét mutatja be ez a kiállítás, úgyhogy mindenképpen nagy kihívás. Ehhez viszont tényleg kell egy múzeum. Tehát a rendház felépítése, illetve lehetővé teszi, de az átépítés és a rekonstrukció elkerülhetetlen. Mikor kezdődik ez a munka, és milyen feladatok várnak ilyenkor az igazgatóra?
Hát gyakorlatilag ez a munka már évekkel ezelőtt elkezdődött, tehát az előkészítési része, ugyanis mielőtt ugye hozzányúlnának magához az épülethez, nekünk ugye az ott lévő műtárgyakat, és nem utolsósorban a kollégákat is, ugye, akik ott dolgoztak, át kellett költöztetnünk egy másik helyre. Ugye a fenntartónk vásárolt egy raktározási célra megfelelő épületet, oda kerültek ki a műtárgyak, a kollégákat pedig meglévő épületeinkbe helyeztük el. Most jelenleg már az utolsó simítások zajlanak, a munkaállomásokat még ugye ki kell alakítani, meg ugye új évbe nem kis kihívást jelentett, hogy rögtön ugye a munkába is tudjuk vetni magunkat. Gyakorlatilag maga a rendháznak a kivitelezés, hogy ez egy közbeszerzési eljárás már lefutott, ezzel a kormányhatározattal életbe lépett, és 3 hónapunk van, hogy átadjuk ugye a munkaterületet. Nagyon fontos, hogy ugye a rendház ez egy régen is lakott volt, némi átalakítások után, hiszen én még emlékszem arra az időszakra, amikor fiú kollégium volt, aztán múzeum lett, hála Istennek. Most viszont szükségesek az átalakítások. Ez nagy léptékű? Itt kívülállóként kérdezem. Mindenképp nagy léptékű, de ugyanakkor azt is tudni kell, hogy bármi az ugye nem lehet hozzányúlni, mert egy műemléképületről beszélünk. Viszont olyan gépészetet kell kialakítani, amit ha jól tudok, a padlástérbe lesz inkább elhelyezve, de egy olyan gépészetet kell kialakítani, ugye biztosítani fogja a megfelelő viszonyokat ahhoz, hogy modern kiállító teret kapjunk. Itt nyilván padlóba, falakba olyan csöveket, vezetékeket kell majd elrejteni, ami biztosítja ezeket a körülményeket, tehát az építészeknek nem kis kihívást jelent. Csak hogy a nézők is értsék, hogy ez milyen nagy léptékű beruházás, ugye 5,5 milliárd forintot szavazott meg a kormány, amelyet a Székesfehérvár megyei jogúváros közgyűlése 189 millió forinttal egészít ki. Ez elég kell, hogy legyen mindenképpen. Volt-e a szakembereknek, tehát a muzeológus, régész, művészettörténész szakembereknek beleszólásuk, hogy a belső tér miként újuljon meg? Volt, tehát a tervezési fázisban be volt vonva a múzeumunk. Most attól függetlenül, hogy ki volt akkor a vezető, tehát ez már egy jó pár évvel ezelőtt elkezdődött folyamat, és az építészek folyamatosan egyeztettek a múzeumi kollégákkal. Az utcán, amikor meséltem valakinek, hogy ma beszélgetni fogunk, kérdezték tőle, mindenképpen kérdezem meg, az udvar sorsa mi lesz? Gondolom itt a gazdasági udvarra gondoltam. A gazdasági udvarra, ismerőse, tehát ahol a feltárást is elkezdtük. Igazából ez is az építészeken múlik, vagy megfordítom a kérdést, a kivitelezésen múlik. Tehát attól függően, hogy milyen alapozás lesz. Ugye a jogszabály az úgy szól, hogy a földmunkával érintett területen kell elvégezni a feltárást. Na most ugye a mai világban már különböző technikák léteznek, hogy milyen alapozást használnak, tehát lehet szölöpszerkezetre, de létezik az a fogalom is, hogy elfedés a jogszabályi környezetbe. Most ugye egy részét feltártuk, ott előjöttek egyértelműen középkori és koraújkori falszakaszok. Ezt a falszakaszt nyilván vissza kell temetni ahhoz, hogy biztonságban tudjuk, tehát hogy nehogy később károsuljon. Aztán ez megint az építészek feladata lesz, hogy tudják megóvni ezt az építkezés során. Mi nyilván a szakfelügyeletet tudjuk biztosítani hozzá. A további részen pedig folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy milyen irányú munkák lesznek. Szakfelügyelet mindenképp. Adott esetben elképzelhető, igen, hogy ennek az ásatásnak még lesz folytatása, tehát hogy bővül a repertoár. Mert ugyanis ezen a területen az még nem hangzott el az előbb, hogy ugye lesz egy fogadóközpont látogatói fogadására alkalmas központi épület, tehát ez mindenképp egy új építésű épület, tehát ez nem a rendházból lesz átalakítva, hanem ez az udvarra lesz felépítve egy teljesen új különálló épületként. Egyéb iránt az új technológiák mennyiben segítik a szakemberek munkáját, hogy egy igazi 21. századi léptékű beruházás valósul meg? Hát minden tekintetben, tehát már maga épület felmérése is lézerszkenner segítségével történt, tehát már itt a kezdeti fázisban is mindenképp új technológiákat használtak, ami manapság már nem is számít annyira újnak egyébként, tehát már eléggé elterjedt az építészetben.
Hát mi is a feltárások során fotó-3D módszereket, háromdimenziós modelleket használunk, tehát a szabad kézi rajz már eléggé lecsökkent, meg hát a kiállításban is egy olyan informatikai újítás, ami szinte nem újítás, de ami múzeumunk szempontjából újítás lesz betervezve, tehát olyan mobil applikációkat lehet majd használni, mi is fogjuk látni, hogy az egyes látogatók hol járnak, melyik részen időznek többet, hol kell esetleg fejleszteni az adott kiállításon, tehát nekünk is információkat fognak szolgáltatni, illetve adatokat, és a látogatók munkáját is segítik majd munkáját, tehát hogy élményszerűbbé teszik a látogatók számára magát a teljes kínálatot. Mi a határidő? Érdeklődéssel várjuk egyébként, azt hiszem minden székesfehérvári. Mikor fejeződik be az építkezés, mikor vehetitek birtokba a megújult épületet? Ezt így nehéz megmondani, tehát a kiáltással együtt ugye a kormányrendeletben 22. márciusa van meghatározva. Most nyilván az építkezésnek ez előtt kell befejeződnie, tehát ez már a következő év második felére tehát az aranybulla évforduló adott esetben. Tehát az aranybulla évfordulóra, nyilván a 800. évfordulóra. No, hát ahogy mondtam, érdeklődéssel várjuk, viszont van még egy nagyon-nagyon fontos kérdéssor, és ez a gorzium ásatások, az új ásatásokra vonatkozik. Mit kell erről tudnunk? Gorziumban új ásatások? Igen, egy nagy évű kiállításra. Kiállítás. Igen. 21-ben lesz egy nagy kiállításunk Gorziumban, mert a közgyűlés ugye már felhatalmazást adott, hogy az idejében megkezdhessük az előkészületi munkátokat. Ennek fényében kollégáink már jártak is kint Zárába, ugyanis ez a Zárai Múzeummal közös kiállítás lesz. Ott ugyanis eredeti római kori hajókat hoztak fel a tenger mélyéről, amik jelenleg Zárába vannak kiállítva, ezt még soha nem adták kölcsön senkinek, és most úgy tűnik, hogy mi elhozhatjuk elsőként. Ez is egy nagy évű történet. Milyen terveid vannak általában? Hiszen ez egy teljes embert kíván nyilvánvaló, a felújítás, a támogatások észszerű felhasználása, a gorzium kiállítás, de egyébként is szükséges-e változtatni a Szent István Király Múzeum eddig megszokott struktúráján, szakmai struktúráján? Igen, én mindenképp szeretnék változtatni, tehát egy új szervezeti felépítést szeretnék majd bevezetni a lehetőleg minél hamarabb. Gyakorlatilag három igazgatóhelyettesbe gondolkodok, ugyanis olyan nagy egységek tartoznak ebbe a múzeumban, hogy tehát egy ember, ahogy említetted, nem képes megfelelően ellátni. Tehát lesz egy általános igazgatóhelyettes a terveim szerint, akkor külön egy tudományos igazgatóhelyettes, ugye, aki a szakmai munkát fogja majd össze, illetve Gorzium élén is egy igazgatóhelyettesi pozícióba lévő vezetőt szeretnék, mivel az egy önálló parkként funkcionál, tehát önálló üzemeltetéssel rendelkező olyan óriási egysége az intézményünknek, amit egy szimpla osztályvezető szerintem nem tud megfelelően, vagy kevés, hogy csak egy osztályvezetői pozícióban lévő ember lásson el. Tehát ezek nagyon komoly feladatok. Melyik az első és a legfontosabb, amivel most foglalkozni kell? Egyértelműen a költözés. És a felújítás. Hogy a nézőket, illetve a kiállításra, illetve a múzeum látogatókat megnyugtassuk, hogy lesz addig, amíg a rendház felújítása az addig. Gyakorlatilag ugyanúgy fogunk kiállításokat és programokat szervezni, nyilván egy picit csökkentett számmal, tehát hogy ugye elveszítettünk egy kiállítóhelyet, de cserébe majd nyerünk egy sokkal jobbat, de addig sem maradnak a látogatók kiállítások nélkül. Nem sokára egyébként április közepén nyílik egy új tárlatunk. Most már talán is árulhatom, hogy április 17-ére tervezünk a Debreceni Múzeumtól kölcsönzünk egy koralvarkori tárlatot, a Kagán lovasa címet viseli majd. Ez egy egyedi avarkori páncélzatot mutat be. Ugye a szokásos rendezvényeink is meg lesznek tartva, mint például Florália vagy a Hetetét Játékfesztivál. Most nyilván a rendházi színhelyek azok kiesnek a
a programsorozatból, de lesz idén például egy Pesovár kiállításunk, az az Országzászló téri épületünkben, és hát a szokásos király kiállításunk is, ami a királyi napokhoz kapcsolódóan kerül majd megvalósításra. Most köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a Székesfehérvárok, hogy eddig is ott leszünk mindnyájan, mert hogy fontos nekünk a múzeum. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Jókai Mór születésnapján a Városháza dísztermében rendezték meg a székesfehérvári ünnepséget. A jeles alkalommal bemutatták a Vörös Marti Társaság Kötéltánc című novellás kötetét. Székesfehérváron a Városháza dísztermében a Magyar Szép Próza Napja programsorozat keretében mutatták be a közelmúltban megjelent Kötéltánc című prózai antológiát, amelyben a Vörös Marti Társaság költői és írói első ízben vonultatták fel novelláikat. Nagyon örültem annak, amikor a Vörös Marti Társaságon keresztül eljött az az ötlet ide Székesfehérvárra az Írószövetségtől, hogy mi lenne, hogyha a Magyar Szép Próza napján ennek egyik fő eseménye itt Fehérváron és Városházánk dísztermébe kerülne megrendezésre. Szerintem ez egy nagyon rangos és megtisztelő esemény. Azt hiszem, hogy szépen visszaigazolja azt a munkát, ami a Vörös Marti Társaságnál zajlik, és szerencsére azt a jó együttműködést, ami a társaság és a város között van, aminek nyomán egyébként időről időre az irodalom az megérkezik ide a Városházára és annak is a dísztermébe. Jókaiért meg külön hálás vagyok, mert egyrészt én nagyon-nagyon szeretem, másrészt az Egy Magyar Nábob volt az érettségi tételem, úgyhogy ebből a szempontból is ez nekem már egy örök emlék marad, nem elfelejtve, hogy az ebből a egyébként fantasztikus regényből készült fantasztikus film nagyon fontos jeleneteit, azt alig néhány méterre légvonalta a Városháza hátsó bejáratától vették föl, úgyhogy ez azt gondolom, hogy nagyon izgalmassá teszi ezt a napot. Jókaira is és a Magyar Szép Prózára is tudunk emlékezni, de nem csak a múlt, hanem a jelen értékeinek megismertetésével egyaránt. A novellák Bobori Zoltán a társaság elnöke válogatásában kerültek az olvasókhoz. Az előadáson ismét megerősítetett, hogy a társaság tagjainak alkotói útja, sokszínű írói, költői tevékenysége, elkötelezett missziója a szép irodalom iránt újra és újra értéket hoz létre. Nagyon örülünk annak, hogy két évvel ezelőtt csatlakozhattuk a Magyar Írószövetség kezdeményezéséhez és rendezvény sorozatához. Két nagyon eredményes esztendőn vagyunk túl. Tavaly is, tavaly előtt is nagyon szép sikerrel szerepeltünk és hirdettük a Magyar Szép Prózát és a szerzőinket. Most különös öröm, hogy ebben az esztendőben már a székesfehérvári írók novellás kötete áll rendelkezésünkre, és ezt használjuk a különböző rendezvényeken. Nagyon ügyeltünk arra, hogy ne csak Székesfehérvár belvárosában, hanem a külső városrészek kulturális helységeiben, és azon kívül pedig a vidéken is megjelenjünk. A Kötéltánc címet viselő kötetben 13 Fejér megyei kötődésű szerző egy vagy több írása szerepel teljesen vegyes témákban. A megjelent művek tematikailag, formailag és szerkezetileg is sok színűek. Tulajdonképpen valóságos események alapján elindul az ember fantáziája, és egy groteszk világ tárul fel ebből, aminek van a végén valamilyen kicsengése, üzenete. Egészen röviden tulajdonképpen ennyi. A többi benne van a prózában. Az esten az irodalom kedvelő közönség megtapasztalhatta, hogy a Vörös Marti Társaság tagjai jó úton járnak, értékteremtő munkásságukkal segítik a magyar irodalom jelenét és jövőjét a régióban. A mese az emberiség maga, mondta Berec András a Szent István Művelődési Házban. A Kossuth díjas dal és mesemondó megerősítette azt, amit eddig is tudtunk, hogy a mese örök. A pinkösdi rózsa. A házasság hete jegyében a Szent István Művelődési Ház vendége volt Berec András, Kossuth díjas ének és mesemondó. A csapatjáték szerelemmel előadás keretében a magyar anekdóta és dalkincs javát hallgathatta meg a szépszámú közönség. A népszerű mesélő az indítatásáról szóló történetet is megosztotta velünk.
Édesanyám jó beszélő, jó nagy fantáziájú valaki volt, és mivel nem volt vetélytársa, mert rádiót alig hallgattunk, tévénk meg nem volt, ezért ez a mesterség rám zuhant. A dolgokat bolondosan megfogalmazni, ez neki kedves mestersége volt, élére állítani minden szót, szőr ellenébe simogatni, és ez például én rám zuhant. Na most én itt olyan könnyű helyzetben vagyok, mert én akkor is szoktam mondani valamit, hogy semmi nem jut eszembe. Másik úgy nem kell megmondjam, hanem borzasztó jól esik. És az őszinteség is egy sóhajnyival odább lesz majd, de néha becserkészem. Hát a nagy öregek, az előttem járók, ezek a meglódult képzeletűek, azt mondták, Andriskám, csillogó erősen ügyelj, ha efféle helyzetbe belékeveredsz, mint Mámos például, ez is a milyen. Figyeltétek a szórendet. Az este megtudhattuk, hogyan lehet átadni azt az örökséget, hiszen láthatjuk és hallhatjuk, hogy országszerte, illetve határainkon túl is figyelnek Berecz András szavaira, amelyek örökérvényű példák és megőrzendőek a 21. században is. Sok mese együtt az maga az ember. Alig van olyan vágya, álma az emberiségnek, amelyik valamelyik népdalban, népmesében ne volna ott. A mesék együtt az a titokzatos Isten arca, az ember, mert az ő hasonmására teremtett minket. És ez együtt annyira megbecsülendő, hogy aki a közelébe került, tényleg a kalapját nyugodtan leemelheti, mert ez az emberiség maga. Az este megérthettük, miért hirdeti, hogy föl kell izgatni azt az áldott publikumot, hiszen arra vágyik, ha elzsibbad, csukva a füle, oda a sok szép gondolat, a nehezen szerzett és árván maradt igazságnak is végre hull, felissza a deszka, az okosság legcélra vezetőbb hangneme, a bolondosság. A Ciszterci Szent István Gimnázium Fejérholló diák színpada ismét egy nagyszerű előadással jelentkezett, Ferenczi Noémi rendezésében mutatták be Madách ember tragédiájának átdolgozását. Dicsőség! Dicsőség a magasban Istenünknek! Dicsérje őt a Föld és a mai ég! Ki egy szavával hívva létre mindent! Ferenczi Noémi átdolgozásában az egyébként is pezsgő és nagyívű ciszteres Fejérholló színházi világ egy remek művel gazdagodott. Madách örökbecsű tragédiáját az emberről olyan mélységeket kutatva állította színpadra, amely a csupa kis és nagybetűs ember történelmének teljességét adja, Ádámtól a 21. századig. Szemügyre véve azokat a kérdéseket, amelyeket a tragédia feszeget, talán most leginkább ezt foglalkoztatott, hogy milyen egyéni sorscsapásai, illetve milyen egyéni tragédiái voltak Madásnak, amelyeket ebben az időszakban, amikor a tragédiát írta, átélt, és ezek közül kettőt emeltem ki. Az egyik a házasságának az átonyra futása, ami bizonyára ott munkált benne, amikor papírra vetette a tragédiát. A másik pedig a történelmi körülmények. Kiben erő van és Isten lakik, szólok benneket. Vés vagy dalok. A lelke fáj szívázóan zakol, és mosolyog minden a kémál urában vissza. S bár új utat tör, bizton célra ér, művéből fog állítni új szabályt. Nyűgül csupán, szárnyak húsa. A törbe fajnak az absztrakció. Szipola Antal, Kepler, Madách Imre, Lucifer, a demagóg, Catullus és Ádám szerepében olyan mélységeket, valósághűen megformált karaktereket mutat meg, amely hitelessé teszi a kétségek között vergődő ember vívódásait. Nem hinném, hogy bárki nagyon mély gondolatokkal indult neki magának a próba folyamatnak, mert maga a tragédia olyan mély és összetett filozófiai szinten, hogy ezt átfogni szerintem egy diák nem nagyon képes. Az, hogy mi egy viszonylag új értelmezésben tudtuk megközelíteni magát a tragédiát, az annak köszönhető, hogy a tanárnő, a rendezőnk, ő hosszú évek tapasztalatával rendelkezik ezzel a művel kapcsolatban. Szintű szégyenek köztünk megjelenni. Valóban, hogyha egy-egy útvaromsz, felém hajolva, mosolyogva mond, hogy a királyné köztük én vagyok. Szégyenkezem miattad, aki a királyné tígányt voltuk magába. Nem fáradok-e éjjel és napot?
elárulom tudásomat, megfertőzöm időt, haszontalan időmoslás, borogatókat csinálok. Csűri Fanni ezúttal is varázsol, tündököl és lubickol. Kepler Borbála, Klúvia, Hetéra, Éva a forradalmár, akinek ajkán forradalmár. Modern feldolgozása segít abban, hogy közelebb hozza ezt a művet a fiatalokhoz, hiszen azért azt mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz darab, nagyon nagy mondani valója van, és sok diák nem olvas el, mint kötelező olvasmány. Azt gondolom, hogy aki megnézi ezt a darabot, annak sokkal közelebb kerül a szívéhez, és sokkal jobban fog akár az érettségin is, hogyha kihúzza ezt a tételt szerepelni. Ferenczi Noémi csapata Beck Hannától Zolnai Rékáig egy jövőbe mutató darabot láttat, amelyből a megszólított megértheti a remény és a reménytelenség útján botorkáló, néha eltévedő ember dilemmáit. Jöjjön ránk, mi ránk hűni kell! Legyünk tudók, mint Isten! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!